Ez a típus, ez a 60-as évek végén, 1967-ben jelent meg, ez egy Fiat leszármazott, gyakorlatilag a olasz tervezőmérnököknek a munkáját dicséri a karosszéria formája, amit a lengyelországi FSO autógyár vásárolt meg a 60-as évek második felében, és kezdték gyártani Fiat Tiszenz alapján ezeket az autókat. Ezek először 1300-as motorral, aztán 1500-as motorral kerültek forgalomba. Igazából aki ismeri a típust, az egyből tudja azonosítani, hogy egy Fiatról van szó, hiszen a neve is Polski Fiat, lengyel Fiat. Ez a 70-es, 80-as évek középvezetőinek volt jellemzően a szolgálati járműve, de hát nyilván, hogy az egyszerű polgárság is hozzá tudott jutni, és megfelelő mennyiségű év várakozás után megkapták ezeket az autókat. Mint Polski Fiat tulajdonos, nem akarok csúnyát mondani, nem igazán kedveljük, mikor összekevernek bennünket a zsigulisokkal. Ugye tény, hogy a két autó vonalvezetése sokban hasonlít, tehát meg is egyezik egymásra, de mégiscsak két típusról van szó, és ezt az autó gyártás történelem valójában meg is mutatja, hogy két különböző típus van. Gyakran mellé nézik a laikusok a két autót, de hát zsiguliból azért sokkal több maradt fent, a mi típusunk ritkább. Mi abban az időben kupos Warburgok, Trabantok szaladgáltak az utakon, a legegyszerűbb dobfékekkel, a legegyszerűbb technológiákkal legyártva. Ez az autó a korát megelőzte akkor, itt már négy tárcsaféket találunk az autón, hátul laprugók vannak benne, tehát ami azt biztosítatja, hogy kényelmes utazásban legyen része bent ülőknek. Tehát tulajdonképpen az akkori, azt kell, hogy mondjuk, hogy nem voltak még kategorizálva az autók, de a felső-közép kategória tetejét képviselte. Hát ez konkrétan egy 72-es évjáratú autó, ami 20 éves garázsban tartózkodás után került elő. Indiana Jones-szerű feltáró munkákat igényelte a hozzájutása. Nagyon örülök neki, hogy sikerült ezt az autót megmentenünk. Az autó történelméhez visszakanyarodva még egy pár szót arról, hogy mi is történt, hogy is lett vége. A gyár még a mai napig fent áll. Két évente el szoktunk menni a viszontlátogatás jegyében elmenni a varsói Polski Fiat gyárba, és ott leroljuk a tiszteletünket magyarokként is egy ugyanilyen felvonulással. A 67-ben induló gyár a 90-es évek elején zárta be kapuit. Több változás történt a típuson belül, amit a lengyel mérnökök eszközöltek ki. Tudnélik, az autó a kezdetek óta a 80-as évek elejéig egy licencia Fiat feliratot kapott a jobb oldalára, ami arról szólt, hogy a Fiat gyár engedélyével gyártott autó volt, és Fiat gyár mérnökei hozzájárultak ehhez, hogy ez az autó így nézzen ki, és így formába rója az utakat. A lengyel mérnökök több változást eszközöltek a 80-as évek elején, és akkor hát a Fiat gyár megvonta ezt a licensz támogatást. Ilyen apróságok miatt például, hogy belülről nyitható lett a csomagtérajtó, különböző helyre nem kerültek fel olyan disztrécek, amik az előző típusban fönt voltak, de aztán gyakori rozsdásodást okoztak. Tehát gyakorlatilag változások voltak, és hát aztán ugye jött a nyugati autó őrület, ami betört a vasfüggönynek erre a felére, és hát ez elsöpörte ezeket a keleti autógyárakat. Sajnos kevesen vagyunk még mindig, akik ugye ezt próbálják megmenteni és fönntartani.